Akár 5 év börtönt is kiszabhatnak a született feleségek sztárjára. Mint a Blick is megírta, az Egyesült Államokban minden idők legnagyobb egyetemi felvételi botránya pattant ki néhány hete, és több tucat ember ellen emeltek vádat korrupció miatt. Jelenleg több mint 40 embert vádolnak azzal, hogy egyetemi tanárokat, döntéshozókat fizettek le azért, hogy gyermekük biztosan bekerüljön a legjobb egyetemekre. A botrány egyik legismertebb vádlottja Felicity Huffman, aki a született feleségek jönettejét alakította, írja a HVG. A sztár szerdán megjelent a Bastoni Szövetségi Bíróságon, itt tudomásul vette a jogait, a vádakat, illetve a maximálisan kiszabható büntetést is. Aláírta a szabadon bocsátása feltételeit, majd szabadon távozott információk szerint, mivel az ügy ekkora média figyelmet kapott, az ügyészség törekszik majd arra, hogy a színésznők rács mögött töltsenek valamennyi időt, ha bűnösnek találják őket. Ha beismerő vallomást tesznek, a kiszabható büntetés maximum 5 évig terjedhet, ám a szóbeszéd szerint valószínű fél év és 2 év közötti büntetés kiszabása.